A gyúdi óvodások készültek egy kedves műsorral. A kicsik a most megépült bölcsöde átadó ünnepségén mutatták be előadásukat Keszüben. A Pécs melletti kis településen egy több éves álom vált valóra az intézmény elkészültével. A bölcsöde a Baranya szerte a rendszerváltás óta legnagyobb óvoda és bölcsöde fejlesztési program része. Több mint 30 helyszínen jöttek létre új intézmények. Ennek egyik szép példája a pécsi agglomerációban található Keszü település, ahol mintegy 450 millió forintból, megyei fejlesztési forrásból és a kormányzat által biztosított többlettámogatásból egy vadonatúj háromcsoportos 38 férőhelyes bölcsödét sikerült létrehozni, amely egyébként 13 munkáját is teremt a kis településen. Ez a beruházás azt is igazolja, hogy a vidéki Magyarországon is van jövő, és elérhetőek azok a szolgáltatások, amelyek a nagyvárosokban biztosítottak, tette hozzá Őri László. Amikor végigjártuk ma ezt az új intézményt, akkor azt tapasztalhattuk, és ezt kézgyermekes édesapaként is láttam, hogy ez az intézmény valóban 21. századi feltételeket biztosít a gyermekeknek, a szülők elvárásainak megfelelő intézmény jött létre, amely nem csak a megyeszékhelyen Pécset, de Európa bármely pontján megállná helyét. A tapasztalatok alapján egyre többen költöznek ki kisebb városokba, falvakba, ezért ilyen intézményekkel is ki kell szolgálni a lakosság igényeit, hangzott el az eseményen. A modern bölcsödében kialakított főzőkonyha a helyi kisgyermekek mellett a gyúdi óvodások, iskolások és a szociálisan rászorultak étkeztetését is biztosítja.